Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi újság most a szerelmi élet területén? Mi van vele? Hogyan alakulnak a dolgok? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt látható a házasság kártyája. Lehet, hogy ő ezt tervezi veled. Lesz egy eljegyzés, egy házasság, és itt látható, hogy jól alakulnak a dolgok a szerelmi élet területén. Sőt, ez a ház utalhat egy házra, vagy egy lakásra. Itt a nappali szoba jelenti az otthonotokat. Ez lehet egy közös otthon tervezése. Itt van egy találkozás, egy jó hír, ami szerencsét hoz. Az lehet, hogy ő most meg akar látogatni téged, tervezitek a jövőt, vagy lesz egy meghívás, te látogatod őt meg. Ez a levél lehet egy meghívás, de lehet szerződés is. És akkor itt tervezhetitek a közös otthon kiépítését. Itt lesznek változások. Amit a ház még jelenthet, ezek a családi kapcsolatok. Itt is lesz egy látogatás, találkozás, egy jó hír. De azért légy óvatos, mert a háttérben megjelenik ez a hamis személy és a tolvaj. Előfordulhat, hogy megbízol valakiben, jön hozzád, és ellop tőled valamit. Ez lehet pénz, de azt is jelentheti, hogy rabolja az idődet, rabolja az energiádat. Viszont ez a tolvaj jelenthet valami jót is, hiszen a tolvaj el tudja ezt a hamis szemét távolítani az életedből, vagy az ő életéből, vagy a ti életetekből, és akkor megvan a nyugalom, megvan ez a jó hír, a szerencse, a találkozás, egy közös otthon. Sőt, ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és te rendezed itt a dolgokat, hiszen minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled. Itt szerencse a szerelmi élet területén, ahol jól alakulnak a dolgok, sőt, egy házasság tervezése is. Amennyiben ő nős, akkor ez a tolvaj el tudja az ő házasságát távolítani. Lehet, hogy ez a hölgy hamis, és akkor eltávolítja a hölgyet is. És akkor másképp fognak alakulni a dolgok, hiszen ő ezt közli veled, itt van ez a hír, a találkozás, te vagy számára fontos, és akkor ez szerencsét hoz mindkettőtök számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!